jelenlegi biztonsági környezetben, biztonsági helyzetben a Visegrádi négy együttműködése fontosabb és erősebb, mint valaha. A terrorizmus, valamint az illegális migráció volt az egyik kiemelt témája a V4 országok miniszterhelyettesi találkozójának. Mint elhangzott, habár az iszlám állam meggyengült, ezzel még nem csökkent a terrorveszély Európában, és a tömeges migrációs hullám sem. Részt kívánunk venni a NATO nápolyi parancsnokságán létrehozott Európát és a szövetséget délről fenyegető kihívásokat, többek között a tömeges migrációt kiváltó okokat elemző központ munkájában is, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a déli irány, mindkét déli irányra való hatékony odafigyelés. Magyarország a nemrég megalakult nápolyi tömeges migráció elemző központ munkájában is részt vesz majd. A visegrádi négyek védelmi miniszterhelyettesei találkoztak a magyar elnökség alatt, mi már utoljára, általában egy évben kétszer ősszel és tavasszal találkozunk, és beszéljük meg az elvégzett munkát, illetve egyeztetjük, hogy milyen feladataink vannak a jövőben. A visegrádi négyek eddig is egyetértettek, most is egyetértettünk abban, hogy a körülöttünk lévő biztonsági helyzetre, biztonsági kihívásokra nem csak egyenként, hanem közösen, mint visegrádi négy együttműködés és szövetség válaszolnunk kell. A szolidaritás jegyében támogattuk mind a négy ország a balti országok biztonságának megőrzését. Az elmúlt évben 3-3 hónapot állomásozott és szolgált és közös kiképzést hajtott végre a visegrádi négyek országa, a magyar kontingens Észtországban teljesített szolgálatot. És a déli fenyegetés, a déli kihívás, amely az illegális bevándorlásban és a terrorizmus beérkezésében ölt testet szintén egy fontos irány, amire oda kell figyelnünk, 360 fokban kell figyelnünk a biztonsági kihívásokra, ebben is egyetértettünk. Ez egyrészt a balkáni útvonal, amely Magyarországot fenyegette, és 2015-ben a kerítés felépítésével és a jogi és az élőerős határzár felállításával, katonák és rendőrök járőrének megteremtésével sikerült megállítani az tömeges, több százezres illegális ellenőrizetlen bevándorlás, és megvédni Magyarországot, a magyar emberek biztonságát és Európát. De ez a déli kihívás, ez fenyeget minket a földközi tenger felül is, Líbián keresztül, ahol nincs rend a hosszú évek óta, és sokszor azt sem lehet tudni, melyik kormánnyal kellene és lehetne tárgyalni, hogy lépéseket tehessünk a bevándorlás és a bevándorlók megállításában. De a visegrádi négyek ezt a védelmi irányt is nagyon fontosnak tartják, és anyagi eszközök, anyagi források biztosításával is hozzájárulunk, hogy a Líbiában rend nem is lesz, de legalábbis a kiképzés eredményeképpen az embercsempészek útvonalait le lehessen zárni és meg lehessen akadályozni, illetve Nápolyban, a nápolyi parancsnokságon lesz egy elemző csoport, amely most alakul és formálódik, és ebben az országaink, Magyarország is két fővel részt vesznek. Ez a déli irányú fenyegetést fogja elemezni, nyomon követni és információt adni az európai országoknak. A tanácskozás részvevői egyetértettek, hogy szükséges a védelmi kiadások növelése. Egyetértettünk abban, hogy mindannyian növeljük, illetve növelnünk kell, és ezt meg is tesszük, a védelmi kiadásokat. Mi legyünk vállalás, hogy 2024-re a védelmi kiadások elérik az akkori GDP 2%-át. Mi itt Magyarországon miniszter úr kezdeményezésére és a kormány támogatásával megalkottuk az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot, amely egy átfogó fejlesztési program az elkövetkezendő időszakra. Az első lépéseket már meg is tettük. Magyarország 2024-re eléri a 2%-os GDP arányos védelmi költségvetést, emlékeztetett az államtitkár. Az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében Fehérváron már elkészültek a csapatszállító buszok első példányai, és további beszerzések is történtek már. Az idei esztendőben 427 milliárd forint a magyar honvédelmi költségvetés 2018-ban.
Ez most a GDP 1,1%-a, és ezt a kormány határozatos döntése értelmében 0,1%-kal emeljük évente. Ez így 2024-re nem érné el még a 2%-ot, tehát lesznek évek, amikor a gazdaság teljesítőképességétől függően nagyobb emelést kell végrehajtani. Egyedül Lengyelország teljesíti a visegrádi négyek országai közül ezt a kívánalmat, de Magyarország teljesít egy másikat, hiszen több mint 20, majdnem 30%-ot is eléri a költségvetésnek a fejlesztések részaránya, amelyet elkezdtünk, és az elkövetkező években az Rényi 2026 haderőfejlesztési program keretében végrehajtunk. Ebben nekünk fehérváriaknak nagy büszkeség, hogy azok a több célú, több funkciós buszok, amelyek a Magyar Honvédség katonáinak szállítását fogják Magyarországon belül szolgálati helyre, szolgálati helyről vissza, és Magyarország határon kívül teljesíteni, azok a Nagyboltoszékesfehérvári karuszgyárban készülnek, és reményénk szerint a közeljövőben az első példányokat be is tudjuk mutatni. Tehát akkor, hogyha úgy tetszik, ez a program, ez ténylegesen el is indult már Székesfehérvár, ami a következő lépése, mondjuk így konkrét lépés, ennyire konkrét lépés, mint a buszgyártás Fehérvár? A másik konkrétum a két katonai szállító repülőgép beszerzése, amely már Magyarországon van, és a felkészítése történik meg a katonák szállítására. Ez is egy nagyon fontos fejlesztés, hiszen eddig bérelt repülőgépekkel kellett a távoli missziókba és a missziókból a katonákat hazaszállítanunk, de a katonai szállító képesség megteremtése, a forgószárnyas helikopter képesség megteremtése, ugye mi modernizálva szeretnénk megőrizni ezért azokat a helikoptereket, orosz helikoptereket, amelyek még alkalmassá tehetük a szolgálatra. Ezt megtettük, de az új képesség kialakítása is célunk, illetve a tüzérképesség újrateremtése, hiszen ez a szocialista kormányok egyik bűne, hogy képességeket veszítettek el, az eszközöket elkutyavetyélték, és a képességek megszűntek, ezeket újra kell teremtenünk. Ez a 2026-ig terjedő fejlesztési program célkitűzése. A magyar, cseh, szlovák és lengyel miniszterhelyettesek a dél-koreai védelmi miniszterhelyettessel is tanácskoztak, esetleges együttműködéseket keresve a V4-ek és az ázsiai ország közt. A magyar visegrádi négy elnökség egyik fontos célkitűzése, hogy a visegrádi négyek együttműködés globális kontextusba is helyezze, és ennek keretében most szóminiszterhelyettes, védelmi miniszterhelyettes urat látjuk vendégül. Két évvel ezelőtt a visegrádi négyek vendégei voltak Szöulban, az akkori korai védelmi miniszterhelyettesnek a szóli biztonságpolitikai konferencia keretében. Azt gondoljuk, hogy van miről beszélnünk, Dél-Korea is egy egészen speciális biztonsági helyzetben van, gondoljunk észak-koreai fenyegetésekre, rakétakísérletekre. Nem gondoljuk, hogy most a téli olimpia hirtelen meghozta a koreai félszigeten a békét, és az egyéb lehetséges együttműködésekről is, és együttműködés lehetőségeiről is szót fogunk váltani a miniszterhelyettessel. És ez milyen téren valószínűsíthető, hogy lesz ilyen együttműködés? Fontos a biztonságunk szempontjából, hogy olyan kihívások is teremtődtek az elmúlt években, amikre eddig nem voltunk felkészülve a hagyományos hadviselés keretében. A hibrid, aszimmetrikus vagy a kiber fenyegetés, amelyre szintén megfelelő választ kell adni, meg kell teremteni a megfelelő védelmet. Azt gondolom, ez is lehet egyik területe a jövőbeni együttműködésnek. Ezekről fogunk ezt megcserélni. A miniszterhelyettesek tárgyaltak a jövőre ismét felálló V4 EU harccsoport előkészületeiről is, mely nem egy NATO-val párhuzamos, hanem egy önálló katonai képességet jelentene, amely erősítené Európa biztonságát. Ennek a kidolgozása lesz a fő prioritása a most soron következő szlovák V4-es elnökségnek.